Püspökladányváros önkormányzata a március 30-ai képviselőtestületi ülésen határozott a 42-es számú főút melletti kijelölt földterületek beruházási célterületté nyilvánításáról. Az ipari terület kialakításával kapcsolatos további fejleményekről Vadász Ferenc alpolgármester tájékoztatta televíziónkat. Legutolsó esemény az iparterület kialakításával kapcsolatban a 2023. március 30-ai testületi ülésen meghozott döntés. Ez alapján a polgármester megkapta a felhatalmazást a képviselőtestülettől arra vonatkozóan, hogy a kijelölt helyrajzi számú ingatlanok beruházási célterületté nyilvánítása érdekében elindítsa ezt a folyamatot, ezt az eljárást. Ennek folytatása az, hogy megkeressük a központi szervezetet, amelyhez be kell nyújtanunk a kérelmet a beruházási célterületté nyilvánítása érdekében, és ez a napokban fog megtörténni. Az önkormányzat a közelmúltban mintegy 264 millió forint támogatást nyert a TOP Plus operatív program keretében helyi gazdaságfejlesztésre. Ebből az összegből a közművek bevezetése, infrastruktúra kialakítása valósulhat meg a területen. Nyilvánvalóan sokak által ismert tény, hogy a képviselőtestület már több alkalommal döntött ebben az ügyben. Tehát magában, abban az ügyben, hogy egy iparterületet alakít ki, és ezzel kapcsolatban benyújtottunk egy pályázatot a TOP Plus keretében, helyi gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése Püspökladányban címmel, és ezt, erről már korábban is beszámoltunk, ezt a pályázatot meg is nyertük. Erre egy közel 264 milliós pályázati forrást sikerült nyernünk, amelyből az alapvető közműveket tudjuk erre a helyrajzi számú területre, a 02-41/24-es helyrajzi számú területre bevinni. A támogatási szerződés nagy örömünkre aláírásra került a Magyar Államkincstár és az önkormányzat részéről, tehát ezzel a folyamat úgymond kezdetét veheti, indulhat a tervezés, magának a megvalósításnak az előkészítési folyamata ezzel kezdődik, és ennek során kell a terveket engedélyeztetni, és későbbiekben pedig majd indulhat a kivitelezés, nyilván ez még kicsikét később fog megtörténni. A cégek, vállalkozások bevonásának vonatkozásában az önkormányzat folyamatosan egyeztet a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel és a Hajdú-Bihar vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával, mondta el Vadász Ferenc. Arról korábban is beszámoltam, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel rendszeres kapcsolatban vagyunk. Ez már nagy szó szerintem, hogy Püspökladányt jegyzik, és ennél a szervezetnél érdeklődő telephelyet kereső vállalkozások irányába ajánlanak bennünket. Ha már egyszer a képviselőtestület eldöntötte, hogy az iparterület kialakításában elindul, és ezzel akár munkahelyteremtő beruházásokat is támogat, akkor igenis tovább kell mennünk, és mondhatom, hogy rendszeres kapcsolatban vagyunk ezzel a szervezettel. A tegnapi nap folyamán is érkezett egy megkeresés, amelyre írtunk is választ. Nyilvánvalóan köszönjük ezeket a megkereséseket, hiszen ezek adnak esélyt Püspökladánynak, hogy valóban ide települjön egy olyan vállalkozás, amely ahogy említettem, munkahelyteremtést is eredményezhet, és az sem hátrány, hogyha az iparüzési adóbevételünk ezáltal növekedhet. De természetesen nem állunk meg ennél a pontnál, és nem csak a Nemzeti Befektetési Ügynökségre számítunk, bár köszönjük nekik, hanem elindulunk saját magunk is vállalkozások felé, és próbáljuk ajánlani ezeket a területeket, és a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával is felvettük a kapcsolatot, nagyon, nagyon segítőkészek, és együtt gondolkodunk pontosan ebben az ügyben. Mindemellett szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az ide települő befektetők közül azért azokat preferáljuk, akik ilyen környezetre semleges befektetés beruházást kívánnak itt megvalósítani. Az ipari terület kialakításával kapcsolatos fejleményekről a későbbiekben is tájékoztatjuk nézőinket.